Szeretném megköszönni a Birkózó Szövetségnek azt a fajta munkáját, amivel úgy gondolom, hogy példamutató módon azt kell mondjam egyébként, hogy talán még a többi sportáktól eltérően is, tehát amit mi tapasztalunk, nyilván én látom azért a labdarúgást is, meg a birkózást is jobban, de egy országos szövetségtől elvárható módon a birkózás az, ami egyrészt igazán azt mondom, hogy emberközeli, mert akármilyen problémánk van és hozzájuk fordulunk, akkor mindig azon vannak, hogy megoldást találjanak. Itt én nagyon tisztelettel innen is szeretném megköszönni Kálmán Tibornak a segítségét, aki a szövetségben dolgozik, és a mindenféle ilyen adminisztrációs ügyeinket segít intézni, meg telelgetni bennünket ezeken. De ami igazán nagy eredmény volt, én azt gondolom, az elmúlt időszakban az mégiscsak az volt, hogy a Birkózó Szövetség hozzásegített bennünket, hogy a nagy tornaterem, a nagyiskolának a tornaterme felújulhatott ő általuk nyújtott pályázatból, amit sikeresen meg is csináltunk. Még úgy gondolom, hogy egyrészt ugye annak az lett az eredménye, hogy most is a Birkózó szakosztály ott ingyenesen ezt használhatja a tornatermet a edzések alkalmával, hiszen olyan szerződést kötöttünk akkor az iskolával, hogy a felújítás fejébe a birkózók azt ingyen használhatják, illetve én úgy gondolom, hogy a iskolában tanulók részére is óriási előnyt jelentett az, hogy ezt fel lehet újítani, hiszen úgy sportpadlót kapott az addigi régi parketta helyett, tehát azért egy minőségileg nagy változáson ment keresztül. Az idei évben lett a magyar birkózás 100 éves. 1921-ben a Magyar Atlétikai Szövetségről levált a magyar birkózás, az ökölvívással együtt, és független szövetséget alapítottak, amely úgy gondolom, hogy jól is sikerült, mert ezzel a 100 év alatt 20 darab olimpiai bajnoki hoiki címet nyertek a versenyzőik, a számos és számtalan Európa és világbajnoki cím mellett azt is hozzá kell tegyen. Úgyhogy mutatja azt, hogy ez a 100 év tulajdonképpen eredményes volt, és eredményes lett Magyarországon a birkózás. Szeretném az MBS nevében megköszönni a település vezetőjének azt a gondoskodást, amivel a Magyar Birkózó Szövetség felé van. Köszönöm szépen! Az előző 100 év a birkózó sportnak egy hihetetlen nagy százada volt. Milyen lesz a következő? Kérdezem én ezt egy olyan embertől, egy olyan sportolótól, aki aktív korában, én nem is tudom hány világbajnoki címet és olimpiai címet nyert, tehát abszolút ott volt a csúcson. Szeretném megélni mondjuk még egy 80 év múlva, hogy lássam azt, hogy hol tart akkor majd a birkózás. Nem tudom, hogy lesz-e lehetőségem rá, de azt tudom, hogy most 2021-re halasztott olimpián szerzett a magyar birkózás olimpiai aranyat, olimpiai ezüstöt és 5. helyezéseket, és az azóta lezajlott felnőtt világbajnokságon pedig lett ezüstérem és 5. helyezések, ami mutatja azt, hogy a 100 év jól fejeződött be a sportágunkban, és a 100 év nagyon jól indult a sportágunkban, de természetesen a 21. században egy igazi küzdősport nehéz helyzetben van, nem csak a birkózás. Megyénkben sajnos viszont nem ez a helyzet. Beszélhetnénk itt Hódos Imréről, beszélhetnénk itt a kiváló kabai sportgenerációkról, amik ugye valahogy elkoptak. Mi kell ahhoz, hogy a kabai srácok, egyáltalán megyei srácok ilyen fényes eredményeket el tudjanak érni? Bármilyen sportról beszélhetünk, támogató támogatás nélkül azt nem lehet folytatni. Mikor megszűntek Magyarországon a cserekereskedelmek, mikor terméket termékért kaptak az emberek, most már bármilyen termékről van szó, fizetni kell érte. Az előzőekben elmondtam, hogy miért gondoljuk azt, hogy a legnehezebb sportágat valaki hobbiból végig tudja csinálni. Valamikor ő is szeretne majd családot alapítani, ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani, és kiváló sportoló tudjon lenni, ahhoz igen, nyugodtan kell lefeküdnie,
hogy nem fog éhezni a családja, mert a mai világban minden a pénzről szól. És talán, vagy nem is azt mondom, hogy talán, hanem ezt kívánnám Kabánnak is, hogy megtapasztalják azokat a sportsikereket, amely régen volt. Természetesen egy erős háttérrel kellett rendelkezzen a település, mert abból jöttek aztán a sportsikerek. De lehet, hogy egy település életében egy kisvállalkozónak, vagy egy magánvállalkozónak nagyon nagy teher egy sportágat, egy versenyzőt támogatnia, és anélkül nem lehet sikereket elérni. Vagy hogy gondolják az emberek, hogy a saját munkájukat meg kell fizetni, de a sportot nem kell megfizetni? A pályájának a csúcsán hagyta abba az akti sportot. Milyen volt a másnap? Az utolsó egy év már rossz volt. Én nagyon fiatalon, 28 évesen abba hagytam. Még szerencsére a kis Balázs 36 évesen hagyja abba. Lőrinc Tamás úgy nyert most olimpiát 35 évesen, vagy 36 évesen, hogy hát ő sem egy tinédzser volt, és az ő életükben az, hogy nem 2020-ban, hanem 2021-ben lesz az olimpiai játékok, ez egy nagyon nagy kérdőjel volt az ő életében. Végül is ez beigazolódott, de az biztos, hogy az utolsó egy évben, vagyis 28 és 29 éves koromban már nem aludtam jól, mert a társadalom azt várta tőlem, hogy mind élsportoló illeszkedjen be a civil társadalomba, holott az előtte levő 15-20 évem nem erről szólt, hanem önmagamban azt kellett erősítenem, ami a birkózó szőnyegre kellett, és előre menni, és legyőzni a másikat, és ezt a civil társadalom nem fogadja el. És ez talán helyes is volt. Igen, nehéz volt. Nagyon szépen köszönöm azt a gondoskodást, amit a gyerekek felé közvetített. Nagyon szívesen tettem. Köszönöm szépen. Lajos bátyám! Köszönöm szépen. Nem köszönöm én, Lajos bátyám. Kedves Pál fiú! Köszönünk mindent a birkózás nevében. Köszönjük szépen. Nagyon bátyám. Kedves Molnár úr, tudom, hogy az étkezésért felelős ember. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lajos bátyám. Attila. Legyen szíves, pár a gyövidek kívül. Köszönjük a segítséget, a nyilkozásnak között. Köszönjük szívesen. Halász Zoltán. Kedves Zoltán. Hát igen, profik azok, profik a nyilkozók. Köszönjük szépen. A munkához. A vikát, rendes volt, hát a vikát, hát ide köszönöm szépen meg a vikát. Hú, hát a 30-ai versenyen is lehet. Már csak titkárként. Igen? Sípot már szögre akasztottam. És Gábor, már csak titkárként. Azt hiszem, 30-án fűzni. Köszönöm szépen. Majd a megszabadulásokat. Jó, akkor itt még van ilyen. Az a házat megmondják. Igen. Jó, és bocsánat, nem utolsó sorban hagyjadjam át Lajos bácsinak, aki életben tartolja a szakosztályi munkának, és mindig üveg havai marad, addig, amíg ingyenes a terem természetes. Köszönöm szépen, hogy is bátja a munkát. Egyébként is külső bizottsági tagadunk van megint. A kabai birkózósportnak az eredményét azt tulajdonképpen mindenki ismeri, aki csak egy kicsit is izgatott, érdekelt a városi sportjában. Milyenek a srácok a mai egyesületben? Két és fél éve vettem át a birkózó szakosztályt, akkor a
gyerekek már olyan középiskolaszerűségek voltak, azok már elhagyták ezt az egyesületet, és nekem majdnem újonnan kellett ezt most létrehozni, új gyerekekkel. Hát valamennyire sikerült is ezt összehozni, csak a vírushelyzet miatt megint szétmentek, most megint próbálom összehozni őket, majdnem teljesen kezdő gyerekek vannak. Melyik az ideális korosztály, amikor ezt el kell kezdeni ezt a sportot? Hiszen itt erőnlétről is szó van, szorgalomról is szó van, és bizony fejben is ott kell lenni. 6 éves korban már el lehet kezdeni, mert a gyerekeknek bukfencelni, meg mindenfajta mozgáskultúrát megtanulni, már 6 éves korban könnyű még nekik megtanulni. Tudják azt, hogy kikre kell büszkének lennünk? Inkább a szülők ismerik, és a szülők által jöttek a gyerekek is edzeni. Próbáltam úgy behozni őket. Hát mesélgetek nekik már úgy, ahogy lehet, hogy örömet legyenek az edzésben, meg utána versenyzésben, megpróbálom így. Meg azért nagyjából sejtik, hogy miről van szó, mert azért is szeretnek járni. Évekkel ezelőtt nem csak a fiú, hanem a női szakákban is, a lány szakákban is jeles eredményeink voltak. Igen, nálunk is vannak kislányok, sőt, még most jelen pillanatban van egy 5 éves kislány, különből csinál bármit majdnem, mint egy 6-7 éves kisfiú. Tehát a lányok is hát szeretnek birkozni. Hol tartják az edzéseket? Az edzéseket az általános iskolának a tornatébe tartjuk.